Tavaly mintegy 100 millió forintot utaltak át székesfehérvári civil szervezetek számlájára az 1 százalékos felajánlásokból. Ez az összeg azonban tovább növelhető, hiszen az ECHO szociológiai kutatóműhely április elején készített kutatásából az derül ki, hogy sokan egyáltalán nem élnek a támogatási lehetőséggel. Ez nem jelent plusz kiadás senkinek. Székesfehérvár önkormányzata, mint a város alpolgármestere mondja, éppen ezért indított kampányt a helyi egyesületek és alapítványok népszerűsítéséért. A könnyebb választás érdekében egy összefoglaló listát is készítettek. A város honlapján megtalálható az összes fehérvári civil szervezet neve, tevékenysége és adószáma is. Tekintetjük úgy, hogy ez az adó, ez itt maradt Fehérváron ezért fontos, hiszen nem kerül bele egy olyan nagy kalapba, ami máshol hasznosul, hanem ez itt ebben a városban hasznosul ez a pénz. A fehérvári 1%-os felajánlások helyben maradását ingyenes adóbevallás készítéssel segíti a Civil Margaretta Közhasznú Egyesület. A szervezet mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező önkéntesei munkaidőben a civil központba várják az ügyfeleket. Minden nap 9 és 16 óra között a Fehérvári civil központba be lehet vinni az adóbevallásokat a hetes terembe, majd hogyha valaki esetleg ezt nem tudja megvárni, akkor azt két hetente szerdán 15 óra és 17 óra között személyesen ott helyben el is készítjük, kinyomtatjuk nekik rögtön. Az adóbevallások kitöltését a plázat civil korzóján is elkészíthetik, ez a szolgáltatás ugyan nem teljesen térítésmentes, de minden hétköznap délután kettőtől egészen hat óráig állnak a székesfehérváriak rendelkezésére a civil szervezetek regionális szövetségének munkatársai.